Jelenleg Őcsényben vagyunk, Őcsény repülőterén, ahol az 59. Magyar Vitorlázó Repülő Nemzeti Bajnokságot rendeztük meg. Kiváló adottságokkal rendelkezik a repülőtér, mind az infrastruktúráját tekintve, a reptér nagyságát, valamint a fölötte lévő légtér szabadságát tekintve is, hiszen ellenőrzött légterek és korlátozott légterek igen távol vannak, ami nagyon jó körülményeket ad a versenyzőknek, hogy szabadon tudjanak repülni, és csak a meteorológiával, a navigációval, a versennyel egymással tudjanak foglalkozni. A verseny VFR körülmények között zajlik, látórepülési szabályok alapján repülnek a versenyzők. A napi feladatom az az, hogy a Hungarokontrol szupervájzorát és a repülés tájékoztatót felhívjam. Tájékozódjak arról, hogy milyen ellenőrzött és nem ellenőrzött légterek működnek, ezeknek a esetleges kerülését és a szabad légteret biztosítsam a versenyzők számára. A repülőgépek mindenképpen 9500 láb alatt vannak, tehát a fix légtérben repülnek, de jellemzően 1500 és 2000-2200 méter között szoktak repülni, mert ugyanis a repülési magasságot a termékeknek az aktivitása és az aktív része határozza meg. A nemzetközi elfogadott szabály az az, hogy négy kiértékelhető nap után már a verseny értékelhetővé válik. Ez mutatja azt, hogy milyen ritka az, amikor négy napnál többet tudunk repülni. Úgy néz ki, és ezt lekopogom, valószínűleg végig tudjuk repülni az egész versenyt, jó lesz az időjárás. A mai versenyrepülés az Forma 1, itt nem elképzelhetetlen akár 400, 600, esetleg 750 kilométeres távok. Mivel az országunk nem olyan nagy, viszont kiválóan alkalmas a vitorlázó repülésre, tegnapi nap folyamán is a Balatontól gyakorlatilag Békés Csabáig, Szegedig és Őcsény területén repültek a versenyzők. Őcsény nagyon régóta rendez vitorlázó repülő versenyeket, és nagyon jó versenyeket, különlegesen nehéz trükkös versenyeket, mert nagyon nehéz erről a területről, ami a Gemenci erdő mellett helyezkedik el, nehéz vitorlázógéppel kijutni az Alföld irányába, ahol a ragyogó idő várja a versenyzőket, azokat, akik eljutnak odáig. A szekszárdi dombok fölött jól lehet emelkedni, az erdő fölött nagyon vigyázni kell, mert ott merülést találnak a vitorlázógépek, és a szervezés általában nagyon jó, a hangulat baráti, főleg azért rendezzük itt most ezt a bajnokságot, mert jövőre az Öcsényi Repülőklub rendezi az Európa-bajnokságot. Az Európa-bajnokságát az ívelőlapos gépeknek, és ebbe nagyon nagy harc folyik most, hogy kiindulhasson 18 méteres osztályba. 8 ország vesz részt, és ezek a pilóták szintén jönnek majd az Európa-bajnokságra. Nyilván azok jöttek ide, akik készülnek a jövő évre, és a terepet meg akarják ismerni. Mint mindig mostanában a saját költségén vesz részt ezeken a versenyeken, mert sajnos nem élvezünk támogatást. Úgy szintén a Finnországba kiutazó csapat is a saját költségén vett részt a világbajnokságon. A válogatott keretben két pilóta nő repül, azon kívül is csak négy olyan pilóta nő van jelenleg az országban, aki versenyez. Én most nagyon kerek évfordulós vagyok, 50 éve repülök, több mint 5000 órám van. Azt is már tagadnom kéne, hány éve vagyok repülőoktató. Idei évben a legeredményesebb női versenyzőnk Diófási Orsolya, ő a férfi világbajnokságon repült Rijszkelébe, ahol nagyon szép eredményeket ért el. Együtt repült a világbajnoknő Susan Küzbachal a német versenyzővel, és hol Orsi volt a jobb, hol a Susanna, úgyhogy ez azért biztató jel a következő női világbajnokságra. Egy héttel ezelőtt érkeztem haza Finnországból a férfi világbajnokságról. Több mint 25 nemzet vett részt ezen a megmérettetésen, és hát szerencsém volt a legjobbakkal repülni és a legjobbaktól tanulni. Ennek nagyon örültem. Nehéz időjárási körülmények között, sok esőbe, sokat áztunk, fújt is a szél, tehát abszolút nem volt ideális, de azt gondolom, hogy egy olyan élmény volt, ami örökre hasznos marad, és sok újdonságot tudtam tanulni, és tényleg csodálatos volt a többszörös világbajnokokkal együtt repülni.
Itt a versenyen hárman versenyzünk mi nők, az orsója 15 méterben. Ez azt jelenti, hogy 15 méteres szárnyfesztávú géppel repül, standard osztályban. Én a 18 méteres kategóriában repülök, és a Vadászi Viktória pedig a klubosztályban. Nagy várakozással tekintettem az idei Őcsényi Nemzeti Bajnokságra, hiszen 2012 után ismét itthon, a hazai klubunkban rendezhettük meg ezt a versenyt, és ráadásul elő Európa Bajnokságot, így evidens volt, hogy a zöld verseny kezdeményezést, illetve reméljük már hagyományt tovább folytatjuk ebben az évben. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy az energiahatékonyság, a víztakarékosság, a szelektív hulladékgyűjtés megvalósuljon. Sikerült megint két kis elektromos autót is szereznünk, ezekkel ki lehet próbálni, hogy milyen a gépeket kihúzni gyakorlatilag nulla kibocsátással. Idén 80 versenyző indult a versenyen, de a nagy sikere való tekintettel, amit már az első pár nap predesztinált, jövőre valószínűleg egy nagyobb 150-160 fős mezőnyre számíthatunk itt Őcsényben.